Újfent szombat van, a szombat pedig a Partizánnal a heti vita időpontja. Erre a vitára két olyan közéleti szereplőt hívtunk el, akik egykoron egyébként a Magyar Országgyűlésnek is a tagjai voltak, de az elmúlt hetekben pont azzal kapcsolatban kerültek közéleti csörtébe egymással, hogy hogyan kellene kinéznie az Orbánnal szembeni ellenzéki minimumnak. Részben emiatt is hívtuk őket, de részben a tegnapi május 1-i ünnep kapcsán is, hogy megismerjük a véleményüket arról, hogy hogy áll most a dolgozói érdekvédelem, a dolgozói önrendelkezés Magyarországon, és hogy miért jutottunk el arra a pontra, ahová eljutottunk el 2020 Magyarországán. Először bemutatnám a vitázó feleket. Bauer Tamás közgazdász, egykori országgyűlési képviselő. Szervusz Tamás! Szervusztok! És Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Szervusz András! Ja. És akkor az első kérdés, ahogy említettem most a felvezetőben, így szól. Tegnap volt május 1-e, a munkások nemzetközi ünnepe. Hogy értékelitek 30 évvel a rendszerváltás után a magyarországi munkavállalók, bérből és fizetésből élők helyzetét? Miért jutottunk el ilyen meggyengült állapotba a dolgozói érdekvédelmet, a dolgozói önrendelkezést nézve? Mivel magyarázzátok ezt? És elsőként azt szeretném kérni, hogy akkor Tamásnál legyen a szó. Hát ez egy... Azt kell mondanom, hogy a dolgozói érdekvédelem 1990 előtt lényegében nem létezett. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Hiszen a 1945 előtt abszolút nem, és 1990 előtt pedig a szakszervezetek az állampárt közvetlen irányítása alatt álltak. Gáspár elvtárs a politikai bizottság tagja volt. Ez így volt valamennyi egykori szocialista országban, tehát érdekvédelem nem volt. 1990 után létrejött, átmenetileg megerősödtek a szakszervezetek is, és a kormányok pedig tudomásul vették az érdekegyeztetés tényét, jelentőségét. Ez lényegében 2010-ig nem változott, voltak benne hullámzások, de lényegében nem változott. Az Orbán rendszer pedig kifejezetten törekedett ennek a felszámolására. És ebben sikeres volt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a magyar szakszervezetek, amennyire én meg tudom ítélni, 1990 és 2010 előtt is jóval gyengébbek voltak, mint számos más átalakuló országban. Lengyelországtól Bulgáriáig voltak erősebb szakszervezetek, mint a magyarok. Magyarországon a szervezettség is elég alacsony volt, és a szakszervezetek is gyengék voltak. De hát nyilván a mostani helyzet az az Orbán kormány kifejezett törekvésére gyengébb, mint 1990 óta bármikor. Köszönöm szépen. András? Én visszamennék azért az időben, tehát nyugodtan a 20. század első felére. Először is én abban azért a Tamás nagy tisztelettel kiigazítanám, hogy Magyarországon 1945 előtt is létezett már munkás érdekvédelem, munkavédelem, munkás jogvédelem az írott jogban a Horthy rendszerben nem létezett. Elgondoltam. 1945-ben jöttek létre az első munkavédelmi szabályok például. De szakszervezetekre épülő szociáldemokrata mozgalom Magyarországon létezett, hát gyakorlatilag Táncsics Mihálytól datálhatjuk. Viszont ami... nek hatása van a mára is sajnálatos módon, vagy a rendszerváltás pillanatára, hogy ha csak Hatos Pálnak a közelmúltban megjelent és nagyport felvert monográfiáját elolvassuk, akkor világossá válik, hogy 1945 előtt is hagyományosan Nyugat-Európában a munkásmozgalom, a szociáldemokrácia bázisát jelentő nagyipari szakképzett munkásság Magyarországon belül, vagy a Trianon előtti Magyarországon belül kiózanítóan alacsony arányban volt jelen. Sokkal nagyobb hányadban voltak a szakképzetlen, nincstelen zsellér tömegek Magyarországon, a Trianon előtti Magyarországon is, Trianonnal ráadásul fontos nagyipari központokat csatoltak le Magyarországon.
Tehát szerintem ezt jó rendbe tenni, jó lett volna 89-ben is, amikor sokan joggal és szívemhez közel állóan sopánkodtak azért, hogy miért nincsen egy erős szociáldemokrata párt. Ezt jó lett volna tisztán látni, hogy a 45 előtti helyzet sem volt túlságosan kedvező ahhoz, hogy egy olyan erős munkás érdekvédelem alakuljon ki, mint mondjuk Nagy-Britanniában. 1945 egész pontosan a kommunista rendszerváltás, tehát 1948-49 után viszont megindult, hát ahogy Hankis Elemér kiváló tanulmányokban ezt megírta, egy szűnyegbombázás, és az a helyzet, hogy nincs az a tőkésekre épülő diktatúra, lásd Dél-Amerikában, Chilében például, amelyik olyan hatékonyan tudta volna szétverni a munkás önszerveződéseket, mint a magyar kommunista diktatúra, azon belül is paradox módon pont a puha diktatúra, tehát a Kádár rendszer. Ráadásul pontosan azért, mert a szakképzett nagyipari munkásságnak az társadalmon belüli aránya 45 előtt is csekély volt, a Rákosi és főként a Kádár rendszernek a rövid időn belül végrehajtott nagyarányú iparosítása tömegével hozott a szocialista iparvárosokba olyan embereket, akiknek nem volt meg, miért lett volna meg az a munkás identitásuk, ami egyébként, még hogyha nem is diktatúra lett volna Magyarországon, szükséges elő, hogy úgy mondjam, kulturális előfeltétele annak, hogy egy erős munkás mozgalom, egy erős szakszervezeti mozgalom kialakuljon. Tehát azért ott, ahol ez megvolt, franciáknál, Skandináviában, Hollandiában vagy Nagy-Britanniában, az egy több száz éves fejlődés volt, hogy kialakult az a munkás öntudat. Létrejöttek azok a munkás otthonok és a többi, tehát az a kulturális infrastruktúra, amiből egy harcos szakszervezet mondjuk létre tud jönni. Ezt csak azért mondom, hogy amikor elérkezünk 1989-be, hiába van egy óriási gazdasági összeomlás, ami pont a szocialista iparvárosokat sújtja. Nem csak a Kádár rendszer szűnyegbombázásával kell szembenéznünk, hanem azzal is, hogy a szocialista nagyipari munkásságnak valójában nincsen munkás identitás abban az értelemben, ahogy a 20. század elejé angol munkásságnak mondjuk volt munkás identitása. Tehát mondom, ha a történeti gyökerekhez akarunk leásni, szerintem ezeket fontos lecövekelni, túl azon, hogy hát Tamással szemben én természetesen rettenetesen felelősnek tartom a rendszerváltó elitet, a rendszerváltó értelmiséget, és elsősorban a két liberális pártot, tehát az SZDSZ-t és az Orbán vezette már akkor Szecsőri János Fideszt, amelyik nagyon jól emlékszem, a 90-es választási kampányban főszerepet játszottak abban, hogy uszítottak minden dolgozói jog munkás önszerveződéssel szemben. Tehát bevallom töredelmesen, Tamás, én 1990-ben azért adtam a szavazatomat, soha többé nem tettem ilyet a Magyar Szocialista Pártra, mert paradox módon a Magyar Szocialista Párt volt az, amelyik kiplakátolta, hogy dolgozói tulajdont. A liberális pártok uszítottak ez ellen, és hát az antali MDF is meglehetősen sunnyogott abban a kérdésben, hogy az új magyar demokráciában, a szociális piacgazdaságban, ahogy az antali MDF programja szólt, milyen helye lehet a szakszervezeteknek, milyen helye lehet a sztrájkjognak, a munkás önszerveződéseknek, milyen helye lehet a dolgozói tulajdonnak. Jegyzem meg, ezzel kapcsolatban talán még Matolcsy Györgynek voltak egyébként a ellenzéki főáramban progresszív gondolatai. Összességében pedig én azt látom, hogy azért jutottunk ide, mert eleve egy ilyen állapotba érte Magyarországot a rendszerváltás, a neoliberális kánon és a munkásmozgalom elleni uszítás megkérdőjelezhetetlen volt a 90-es évek Magyarországán, és az emberek ebből a neoliberális konszenzusból 2008-ban globálisan, illetve Magyarországon is kiábrándultak. Tehát Orbán Viktor, amikor meghirdeti a munkaalapú társadalmat 2010-ben, egy nagyon ügyes csavarral egyszerre tudja magát eltávolítani attól a rendszerváltó elittől, aminek ő főszereplője volt, és ugyanakkor pedig tulajdonképpen konzekvensen képviselni azt, amit ő maga 89-90-ben is képviselt, egy olyan szecsőri János politikát,
amelyik a jólét leszivárgását hirdeti, és alapvetően azt gondolja, hogy ha munka van, akkor minden van, és a munkajog az valójában csak gátja a gazdasági növekedésnek. Szeretném akkor most megadni Tamásnak a reagálásra a lehetőséget. Jó, hát tőledelmesen bevallom, hogy erre a témára nem készültem, másra se nagyon, de erre végképp nem. Ami természetesen az én hibám, mert nem néztem a naptára elég kitartóan. No, azért, ez azért probléma, mert ha erről akarunk beszélni, arra rá fog menni a 45 perc, de nem baj. Szóval mi az, amiben én mindazban egyetértek, amit arról elmondtál, hogy mit jelentett a 45 előtti magyar fejlődés, mondjuk az angol, észak-európai, francia, vagy akár német fejlődéshez képest. Ha már szakszervezetekről beszélünk, akkor Németország nyilván nem hagyható ki, ahol ugye tulajdonképpen a világ legerősebb szociáldemokrata pártja volt valamikor szakszervezeti bázissal. Másodszor azzal is egyetértek, amit arról mondasz, hogy a szocialista állampárt vagy pártállami rendszer valóban maga alá hajtotta a szakszervezeteket, és bizonyos értelemben szétverte, egyetértek. Erre utaltam is, csak ezt ugye Gáspár elvtárs PB tagságával próbáltam szimbolizálni. Az 1990-es helyzetről kicsit más a véleménye. Egyrészt annyiban, hogy azzal, hogy az akkori liberális pártok uszítottak volna a munkás mozgalom ellen, ezt nem látom be. Ha megnézed egyébként a kék könyvet, abban szerintem még önigazgatás is volt, de most azt sem néztem át. Ugyanakkor a rendszerváltáskor volt egy nagyon súlyos helyzet. Nem csak nálunk, hanem az egész poszt-szovjet régióban. Egy nagyon súlyos gazdasági összeomlás, ezt a szót, ha emlékszem, jól emlékszem, mondtad is, és az abból való kilábalás lehetősége. És ha megnézzük, hogy abban az egész poszt-szovjet régióban a kilábalási pályák hol voltak a legsikeresebbek, akkor azt kell látnunk, hogy ott voltak a legsikeresebbek, ahol az elején, rögtön az induláskor, vagy valamikor később, egy nagyon határozott liberális gazdaságpolitikai, stabilizációs gazdaságpolitika érvényesült. Ez vonatkozik mindenek előtt Lengyelországra, a balti országokra, nagyjából Csehszlovákiára, és valamivel később Szlovákiára. Ez a kilábalás sokkal kevésbé volt eredményes ott, ahol ez a stabilizációs gazdaságpolitika mindjárt az induláskor nagyon következetlenül érvényesült, átgondolatlanul és következetlenül, mint Magyarországon, Romániában, nem is beszélve a poszt-jugoszláv országokról. Tudnilik, a történelem hozta, hogy ezeknek az országoknak a gazdasági teljesítőképessége tulajdonképpen az egyik évről a másikra kivétel nélkül mindenütt súlyosan visszaesett. Magyarországon és Csehszlovákiában a legkevésbé, de ott is, meg Szlovéniában, és Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában sokkal inkább, és a legjobban a volt Szovjetunió országaiban, Oroszországban, Ukrajnában, a Kaukázuson túl, no meg, de másokból a volt jugoszláv államokban, most Szlovéniát kivéve. És egyszerűen nem tehetett mást az új kormány, mint hogy a lakosság fogyasztását is ennek megfelelően visszanyomja.
Más lehetőség nem volt. A különbség abban volt, hogy ezt Lengyelországban, a balti országokban és többi, és Csehszlovákiában rögtön az elején megtették, 1989-90-ben. Hát a baltiaknál egy kicsit később, amikor ugye független államok lettek. Másút meg ez nagyon nehezen ment. És időben három része bomlott Magyarországon. És míg az induláskor a társadalmak, a csehszlovák, a lengyel társadalom, illetve másokból a balti országok társadalma, ez hajlamos volt tudomásul venni, elfogadni, legitimnek tekinteni, az a széthúzott, három részre széthúzott stabilizációt a magyar társadalom egyáltalán nem tudta úgy elfogadni. És ebből fakadt Magyarországon egy olyan bukdácsolás, igazából 20 éven keresztül, 1990-től 2010-ig, amivel szemben például Lengyelországban egy folyamatos gazdasági növekedés és életszínvonal növekedés állt ugyanebben a 20 évben. Na most ezeket az összefüggéseket, hát nyilvánvalóan a nagy közönség nem értette, nem is kellett értenie. A mindenkori kormánypártok valahogy ezeket a gazdasági követelményeket érvényesíteni kényszerültek, hiszen abban akkor nem volt vita, 2010 óta van, de abban akkor nem volt vita, hogy Magyarország helye a kapitalista világgazdaságban van, és a kapitalista világgazdaság törvényszerűségeit el kell fogadnia, és akár az Antal kormány, akár a Horn kormány ehhez igazodott. Emlékezetes, hogy amikor a Horn kormány megalakult, akkor egy társadalmi gazdasági megállapodást szeretett volna kötni a szakszervezetekkel, meg egyebekkel, és ez nem sikerült, nem jött létre. És olyan mélyen meggyőződéses szocialista, mint Kósáné Kovács Magda, meg a háta mögött Horn Gyula kényszerült arra, hogy lemondjon arról, hogy egy ilyen megállapodás keretében valósítsa meg a Horn kormánya maga gazdaság és társadalom politikáját. Hát én így látom ezt a történetet. András, azonnal megadom a reakcióra lehetőséget, de azt szeretném, hogyha belefűznéd a válaszodba azt is, mert szeretném, hogyha eljutnánk a cikkeitekhez, hogy szerinted mi lenne az a kívánatos minimuma az ellenzéknek, amit kifejezetten a munkavállaló érdekvédelmek erősítése érdekében kellene szakpolitikai szinten megfogalmazni, hiszen igazából ez volt a ti vitátok is alapvetően, hogy mi lehet az a szakpolitikai minimum, amire megszerveződhet az az ellenzék, amely Orbán Viktor kiújója akar lenni. Tehát, hogy kérlek, hogy reagálj a Tamás által elmondottakra, de valamilyen módon fűzd bele olyan követeléseket is, amik szerinted minimumot kellene képezzenek azzal szemben, amit most az Orbánék képviselnek. Ezzel fogom befejezni. Kíváncsi, köszönöm. Mielőtt még a Tamásnak az imént elmondott mondataira érdembe reagálnék, azért még az előző körhöz lenne két rövid megjegyzés. Az egyik tisztán csak leíró jelleggel, nem vitaként, szerintem nem vita talán köztünk, hogy Magyarország, a magyar rendszerváltás abban is egyedülálló volt, hogy nálunk gazdasági, szociális érdekek miatt nagy tömeg megmozdulás. Nem volt. Tehát amikor pár év alatt 1,5 millió ember az utcára került, Magyarországon gazdasági, szociális jogok miatt nagy megmozdulások nem voltak. Jobbról, balról voltak szimbolikus izék, a barna eső elleni esernyőt kinyitatta ugye Konrád György, Csurka kivitte az utcára a maga híveit, stb. A rendszerváltás is jó rész szimbolikus történelmi igazságtételt szolgáló kérdésekről szólt. És Magyarországon 56 vége óta általános sztrájk, mint olyan, nem volt. Tehát azt is tegyük mindehhez hozzá, tehát ha már ilyen regionális összehasonlításokba belemegyünk, hogy ugye pontosan láttuk azt, hogy Lengyelországban mi volt már 80-tól kezdve, Romániában is bizony voltak nagyon komoly gazdasági, szociális megmozdulások, egyébként mind a mai napig voltak, vannak, és
Szlovákiában éjséglázadás volt az általad dicsért Dzurinda kormány megszorító politikája miatt. Egy ország van a térségben, ahol az elmúlt, nem az, hogy 25 éve, az elmúlt 60 évben gazdasági és szociális jogok miatt tömegtüntetés, és itt bizony, hogy ugorjak egyet Marci kérdésére reagálva, még a túlóra törvény elleni tiltakozást is kénytelen vagyok belevenni, nagy tömegtüntetés, tehát súlyos százezres, milliós tömegeket megmozdító tömegtüntetés, főként általános sztrájk nem volt. 56 decemberre óta nem volt általános sztrájk, ami még egy dologra rámutat, hogy a szolidaritás, mint olyannak a kultúrája, rendkívül gyenge lábakon áll Magyarországon. Tehát nem akarok nagyon csapongani, csak hogyha egy picikét közelebb jövünk az időben. Nagyon jól emlékszem arra, hogy a gazdasági, szociális kérdésekben, én most a netadót nem hozom ide, igazából egyszer láttam azt, hogy a kormányzat, illetve a kormányfő meginogni látszott, vagy berezelt. Ez amikor talán, ez pont a leköszönésem előtt pár hónappal volt, 2016 tavaszán, de ha nem, akkor javítsatok ki, amikor úgy tűnt, hogy a szociális egészségügyi szektorban, az oktatási szektorban és a közösségi közlekedésben dolgozók közötti elégedetlenség össze tud érni. És végre Magyarországon a rendszerváltás óta először össze tudnak kapaszkodni különböző szakmák. Ez is a semmi vélet. A másik kis megjegyzésem azért annyi lenne, hogy megütötte a fülemet, de nem ütöttem le akkora labdát, bocsánat, hogy Tamásnak mintha lett volna ilyen félmondata, ha félreértettem, akkor elnézést, hogy a rendszerváltás idején voltak erőszakszervezetek. Nem igaz? Nem. Akkor ezt ugorjuk. Jó. Na most arra, amit viszont mondtál itt a térségbeli összehasonlítást illető. Nézd, én úgy látom, hogy ami közös a késő szocialista országokban, hogy egyaránt rettenetesen technológia hiányos gazdaságokat hagyott maga után az államszocializmus. Ebben a tekintetben egyébként Magyarország talán hajszálnyival jobban állt, mint a többi KGST ország. Jugoszláviánál már nem biztos, de ezt most hagyjuk. Én egykori pártársadat, Tölgyesi Péter tudom idézni, aki ugye itt a Hegymenet kötetben pár évvel ezelőtt ugye azt írta, hogy ami az előnyünk volt a 80-as években, az lett utána a hátrányunk. Hát ez több szempontból is igaz. Egyrészt, amikor itt, hát nem mondom, hogy korholod, de hát itt utaltál a magyar társadalom tűrőképességére, megszorításokat illetően a 90-es években, hát azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon a megszorítások ellentétben, például a poszt-szovjet országokkal, vagy összes többivel, nálunk a megszorító politika az valójában már 80-as évek elején elkezdődik. Havasi elvtárs jelenti be, hogy most egy pár nehéz év következik, és egy kicsit meg kell húzni a nadrágszíjat. És még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy amiért ezeket az intézkedéseket a magyar emberek már a 80-as években megszorításnak érzik, az egyenesen következett abból, hogy Kádár János legitimációja folyamatos életszínvonal emelésen nyugodott, amit egy idő után viszont csak az adósság spirálnak a felpörgetésével tudott fenntartani. És amikor már nem ment az életszínvonal állandó növelése, akkor jöttek a különböző megszorító bejelentések. Tehát mi az tehát amikor a Balcerovics tervet bejelentik Lengyelországba és a többi, mi nálunk a megszorító politika már van, Békesi, Medgyesi, meg a többiek alatt. A másik megjegyzése, hogy egyrészt a maga az államadósság csapda természetesen nagy mértékben gúzsba kötötte az országot, ha úgy tetszik, alapvető módon veszélyeztette Magyarország szuverenitását, akkor is, amikor a szovjet csapatok idéglenesen, mármint az idéglenesen itt állomásozó szovjet csapatok eltávoztak. De azért azt is tegyük hozzá, hogy az összes többi általad, ha úgy tetszik, példaként emlegetett ország azért sok egyéb tekintetben más csinált. Tehát a balti államok ugyan liberális gazdaságpolitikát követtek a függetlenség, tehát a Szovjetunió összeomlását követően, viszont a jóléti szektorokban, a balti országokban nem működött fűnyíró elven egy olyan megszorítás, ami Magyarországon működött folyamatosan 90-től kezdve. Egy, kettő, Lengyelország. Balcerovics terv ide vagy oda,
Lengyelország, hát nálam szerintem sokkal jobban tudod, a világgazdasági krach évében, 2009-ben nem a térségben, az egész unióban egyedülálló módon tudott növekedést felmutatni. Ez egyetlen ország volt. És ennek az az oka, hogy túl azon, hogy egy robosztusabb ország, mint Magyarország, vagy mint a balti államok szerencsétlenek, ehhez képest hiába volt ott egy liberális sokkterápia, Lengyelország nagyon vigyázott arra, hogy egy erős nemzeti kis- és középvállalkozói szektor kiépüljön, amelyik nem teszi olyan kitetté, kiszolgáltatottá Lengyelországot. Ugyanez igaz a Klausi politikára, Csehországban, Csehszlovákiában, és a szlovén-horvát átalakulásra is. Tehát Magyarországon ez a bizonyos politika, lehet, hogy az embereknek a tűrőképessége kisebb volt, persze, mert már nálunk ez elkezdődik, legalábbis most nem a közgazdaságtudomány szerint, az emberek érzete szerint ez már elindul a 80-as évek elején. A másik, hogy nálunk egyáltalán nem volt prioritás az, hogy legyen egy erős hazai, én utálom ezt a középosztály kifejezést, KKV-szektor. Másrészt pedig, amiben nekünk komparatív előnyünk volt, termelőkapacitásban a KGST-n belül, azt is sikerül lerombolni, mert a 90-es évek kormányai nyakló nélkül adták el külföldre azokat a termelőkapacitásokat, amiket nem csak a Klaus kormány, de az egyébként nevezetten liberális, Drnovšek-féle szlovén kormányzat, vagy éppen a Tudjman-féle horvát vezetés legalább ideig, óráig megtartott nemzeti kézben, és ma ezek a megtartott, komparatív előnnyel rendelkező egykori szocialista vállalatok a volt Jugoszláviában, a volt Csehszlovákiában ma az európai piacra tudnak termelni. Tehát én magyarul a gazdaság filozófiai, tehát ennél, hogy most megszorítás, nem megszorítás, fontosabbnak tartom azt, hogy maga a gazdaság szerkezete hogyan alakult, és ebben a magyar helyzet, tehát a külföldi tőkének való ilyen mértékű kiszolgáltatottság egyedülálló az egész térségben egy. Kettő, hogy megszorító politika ide vagy oda, pont a baltiak jeleskedtek abban, hogy az oktatásra, egészségügyre fordított kiadásokat nem vágták meg nyakló nélkül. Mire szereted? Ja, a vitánkra, igen, minimum. Tehát azért itt megint csak, hogy ha már itt a 90-es évek ugye előjött, az a bizonyos MT, amit én csak kizsákmányolás törvénykönyvének hívtam a parlamenti vitában, ez a 2012 évi egyes törvény, az a 92-es munkatörvénykönyvét, a 92-22-es törvényt váltotta fel. Ez a 92-es MT, amit ugyan az Antal kormány hozott, de filozófiájában sem a Horn kormány, egyébként az Orbán kormány sem, meg az azt követő balib kormányok valójában nem nyúltak hozzá. De már ez a 92-es munkajogi kódex is meglehetősen laza, a munkáltatók részéről nagyon könnyen kijátszható volt. Ezt most kicsit cinikus módon elnézést úgy is tudom mondani, hogy azért én ügyvédként többször voltam a botnak a másik végén. Szerintem és hát ebben volt a cikkben, tehát ott a HVG-n is azt gondolom, hogy egy implicit vita köztünk, csak terjedelmi korlátok, ugye nyilván mind a kettőnk előtt voltak, hogy markáns alternatívát fölmutatni a NER-rel szemben nem lehet, illetve nem érdemes akkor, hogyha nincsen az ellenzékben, a kihívó erőben elkötelezettség abban, hogy egy teljesen új munkatörv filozófiájában is más, nem csak a 12-es, hanem a 92-es munkatörvénykönyvtől is eltérő munkatörvénykönyvet fog rövid idővel a kormányváltás után alkotni. Ráadásul egy olyan szerencsés szabályozási területen vagyunk, nem akarok ötleteket adni a kormánynak, amelyik nincsen kétharmados körben. András, azt kérem, hogy egy-két ismérét mondd meg ennek a munkatörvénykönyvének, ami kívánatos, csak azért, hogy a Tamás tudjon rá reagálni, egyetérte vele vagy sem, de nem rész specifikus kérdésekről beszélünk, hanem tényleg ilyen általános elvekről. Szerinted mik azok az elvek, kettőt, hármat említs meg, amit szinte priorizálni kellene egy ilyen új kormánynak a NER után? Hát egyrészt a felmondásnál, a rendes felmondásnál a munkavállalók helyzetét legalább a 92-es szintre feljavítani, de én azzal se voltam kibékülve. Tehát a rendes felmondásnak a lehetőségét azt elbillenteni a munkavállalók irányába,
azon kívül a szakszervezetek mozgásterét, a szakszervezeti aktivisták számára a fizetett időt korrigálni kellene, illetve egyáltalán a szervezkedési lehetőségnél például a helységbiztosítással kapcsolatos szabályokat visszaépíteni, és így tovább. Azon kívül pedig, hát ami nem maga a munkatörvény könyv, ez nyilván az álláskeresési járadék folyósítási tartományának a növelés, illetve a tankötelezettségi, a tankötelezettségi korhatárnak a felemelése. Ugye ezek voltak azok a kérdések, amiket annak idején 2012-ben népszavazásra is akartunk vinni, de hát legalább ilyen fontos, hogy a délutáni műszakpótléknak az eltörlésével egy bújtatott bércsökkentést, nagyon brutális bércsökkentést hajtott végre az Orbán kormány 2012-től, de hangsúlyozom, amivel a kormány menetel 2010 óta, és amit néhány az előző kormányzathoz kötődő liberális közgazdász is ünnepelt, ez, sőt, hát ugye a DK jelenlegi gazdaságpolitikai tanácsadója Dávid Ferenc is, hogy rugalmas munkaerőpiac, ugye Orbánék gazdaságpolitikai homlokzatára ez fő van vésve, a rugalmas munkaerőpiac szerencsésebb országokban azt jelenti, hogy 30-40, de még 50 éves korban is az állam segíti a szakma váltást. Ezért rugalmas a munkaerőpiac mondjuk Hollandiában. Az orbáni NER-ben meg attól rugalmas a munkaerőpiac, hogy könnyen meg lehet szabadulni a munkaerőtől. Ebben egy nagyon világos és karakteres mondás kell, vagy egyébként nem érdemes kihívni a NER-t a pástra egy következő választáson. Na akkor erre kérlek, hogy Tamás mindenképpen reagálj, és akkor a válaszba fűz bele azt, hogy mi az, amiben szerinted egyet tudsz érteni Andrással, mi az, amiben vitatkozol vele, mi az, hol húzódnak igazából szerinted a különbségek, ha vannak ilyenek kettőtök között? Azért, ugye rengeteg mindenről beszélt András is. Elnézést. Nem baj. Én azt abban egyetértünk, de csak jelzem, hogy a gazdaságtörténeti részt én nagyon másképp látom. Hát fejtsd ki gyorsan, tehát hogy ne korlátozz magad. Hogy más ne mondjak, Magyarországon nem a 80-as elején kezdődött az időszakonkénti megszorítás, hanem ha csak az 56 utáni 3,5 évtizedet tekintjük, akkor legkésőbb a 60-as évek közepén, és aztán a 70-es évek elején, és így tovább. Lengyelországban nem a Balcerovics programmal, hanem a szolidaritás megalakulásához vezető 1980-81-es kormányzati megszorításokkal, és még régebb. Tehát ez egy hosszú történet. Akkor a szocialista rendszerekben is rendszeresen volt ilyen. Az, hogy a liberális baltiak nem vettek el sokat nem vettek el az oktatásból, meg a nem tudom, meg a szociális szektorból, nem tudom. Az, hogy a kis középvállalati szektor Lengyelországban és Csehszlovákiában erősebb volt, mint a magyar, ez tény, de nem azért, mert a kormányok ezt nem akarták. Ami pedig a külföldi tőke szerepét illeti, Szlovénia ezt sose akarta, ez igaz. A baltiak nagyon akarták, és nagyon jelentős ott. Csehszlovákia a Klaus miniszterelnöksége idején még nem akarta, utána azonban lényegében ugyanoda találta, hova Magyarország, és Lengyelországban is nagyon megerősült a külföldi tőke szerepe. Úgyhogy ebben a kérdésben a visegrádi ország között nem volt lényeges különbség. De tegyük ezt félre, nem ez a fő kérdés. Ami a Marcinak azt a kérdését illeti,
amit ő úgy fogalmazott meg, hogy mi, legyen, mi az az ellenzéki minimum, én azt szerintem ilyennek nem kell. Egyszerűen nem kell. Olyan tarka a mai magyar ellenzék, hogy öncsalás ellenzéki minimumról beszél. Ami a munka törvénykönyvét illeti. Én azt abban értek egyet, feltétlenül, abban a két kérdésben, amit ugyan az András ezzel összefüggésben említett, de nem munkatörvénykönyve kérdés, nevezetesen a munkanélküli ellátásnak az időtartama és mértéke, illetve a tankötelezettség kérdése. Hát ebben tudjuk, hogy a szocialisták és liberálisok, mondanám így, a szocialisták és liberálisok között, akik ma a magyar politikában jelen vannak, hát a parlamentben nincsenek liberálisok, de akik a magyar politikában jelen vannak, egyetértenek, hogy a munkanélküli ellátást 9 hónapra vissza kellene emelni, ezt nagyjából mondják is, és abban is, hogy abban meg teljes az egyetértés, a tankötelezettséget vissza kell emelni. Hogy a Jobbik erről mit gondol, azt nem tudom. Ők sem. Tessék? Ők sem. Ők sem tudják, ebben egyetértünk. Illetve azt is mondanám, hogy a Jobbikban ma is van egy régi jobbikos társaság, és van néhány új ember, akik tényleg azt a nevezzük úgy, hogy modern, konzervatív, jobboldali gondolkodást képviselik, ami egyébként a magyar politikában nagyon korlátozottan élhető tette. De az, hogy a munkatörvénykönyvében én azzal, hogy nagyjából a 92-es munkatörvénykönyvhöz kéne visszatérni, ezzel könnyen egyet tudok érteni. De azt gondolom, hogy az természetesnek tartom, hogy egy demokratikus szocialista párt, egy demokratikus konzervatív párt, amilyen Magyarországon nincs, az MDF volt nagyjából valamikor 90 és 94 vagy 96 között. És egy demokratikus liberális párt ezekben a dolgokban civilizált országban nem szokott egyetérteni. És ha ilyen irányok jelen lennének az Orbán rendszer ellenzékében, akkor nem volna magától értetődő, hogy ebben közös álláspontra kell jutniuk. Egy szocialista párt számára az antali munkatörvénykönyv túl erős lehetőséget enged a munkáltatóknak, ahogy a András sem elégedett az antali munkatörvénykönyvvel, egy konzervatív vagy egy liberális párt pedig azzal nagyjából meg van elégedve. De nem ez az alapkérdés, szerintem, akkor sem, ha május 1-én beszélgetünk, és ez másodikán kerül adás. Az alapkérdés az, számomra, hogy az Orbán rendszer mégiscsak egy önkényugalmi rendszer, és abban lehet egyetértés. Azt kell mondanom, hogy Bokors Lajostól Kósányi Kovács Magdáig, és azért ezt, őkettőjüket mondom, mert ugye a Kósa Magdi a Bokors csomag miatt mondott le. 3 hétig ültek egy kormányban. Igen. Hát annál egy kicsit tovább, de mindegy. Vagy körbeül addig. No, tehát azt akarom csak mondani. De mind a ketten a szocialista pártól kapták a miniszteri megbízásuk. És egyetértés lehet, és ide sorolnám az egész SZDSZ-t is, hogy demokratikus jogállam legyen, és nem önkényugalom. Ebben egyetértés lehet. Abban is egyetértés lehet. Köztük volt, tehát az MSZP-SZDSZ koalíció minden vége között volt, hogy Magyarország a nyugati demokratikus integráció, ha úgy tetszik, az euróatlanti közösség része legyen.
Ez már egy olyan állítás, amivel az András szerintem nem ért egyet. Úgy, ahogy mi akkor egyetértettük. De abban egyetértés lehet az ellenzék jelentős része között. Azzal az orientációval szemben, amit az Orbánék képviselnek, talán az András által létrehozott LMP-vel is meg lehet az egyetértés, ezt nem tudom megítélni, majd te elmondod. És az MSZP-SZDSZ koalícióban mindenképpen egyetértés volt abban, amivel már a 2010-es LMP-vel nem volt egyetértés, hogy ahhoz a második világháború előtti revizionista irredent a nacionalizmushoz, magyar szupremáciához, amelyik tagadja a második világháború utáni európai normarendszert, ahhoz nincs visszatérés. Ahhoz Magyarországnak nem szabad visszatérnie, Orbánék pedig visszatértek hozzá. Tehát valahol itt lehet egy viszonylag széles konszenzus, amiben én a Jobbikot semmiképp sem érteném bele, legalábbis azt a Jobbikot, amelyet korábban megismertünk, és a mai jól meg nem tudjuk, hogy mi, de nem szabadult meg ettől. Azt is mondanám, hogy egy párt magát nemzeti néppártként apostrofálja, ez azt jelenti, hogy magát mint nemzetit különbözteti meg azoktól, akiket nem tart nemzetinek. És ez ugyanaz, mint amit Kövér László a legdurvább formában éppen ezen a héten kifejtett. Tehát azt gondolom, hogy ebben a nacionalizmus kérdésben és irredentizmus kérdésben van egy nagyon súlyos konfliktus az Orbán rendszer és az ellenzékének egy része között. Az euróatlanti integrációhoz való kapcsolódásban van egy nagyon súlyos konfliktus az Orbán rendszer és a mai ellenzékének egy nagyobb része, de nem az egésze között. Hát, mi az, amiben teljes konszenzus? Azért nehéz arról beszélni, hogy mi az, amiben teljes konszenzus van. Azt már elfogadom, hogy nincsen, és nem is kell egyébként. Én viszont azzal tudnék menni, hogy akkor itt kössünk át esetleg a határon túli magyarok szavazati jogához. Befejezem már is a mondatot. Kérlek. Ellenzékben nagyon könnyű szolidáris jóléti követeléseket fölállítani, amelyekben a mai magyar parlamenti ellenzék pártjai nagyon közel kerülnek egymáshoz sokszor. Abban a pillanatban, amint kormányozni kell, ezek nagyon kevés maradnak. Tehát azt sem gondolom, hogy jóléti kérdésekben az Orbánékkal szemben olyan nagyon közös platformon lehet a mai ellenzék. Azok a mai követelések, amiket megfogalmaznak, azoknak jelentős része irreális és felelőtlen az én szememben. Jó, csak azt írtam, hogy csak befejezek egy mondatot. De akkor bocsánat, tényleg, ha megadom a lehetőséget, András, reagálhatsz rá, csak szeretném, hogyha behoznánk a cikkeiteket is. Ugye itt a határon túli magyarok szavazati joga kapcsán az Tamás azt írta, hogyha egy közjogi megoldás elvileg sem helyes és elsőfő társadalmi támogatottsága sincs, akkor abban az esetben sem indokolt azt fenntartani, ha egyszer már bevezették. Ez ugye arra utal, hogy nálad is, illetve elvtársaidnál is visszatérő érvelés az, hogy szerzett jogot nem veszünk el. És éppen ezért az a kérdésem, hogy amikor te válaszoltál a Tamásnak, akkor igazából ugyanerre hivatkoztál, viszont elviekben akár megengedőbb állásponton voltál azzal kapcsolatban, hogy egyébként valóban helyese azoknak a határon túli magyaroknak adni szavazati jogot, akik egyébként életvitelszerűen nem tartózkodnak Magyarország területén. Van-e itt elvi azonosság egyébként kettőtök között a határon túli magyarok szavazati jogát illetően, vagy van elvi különbség is? Hogyan látod ezt a kérdést? Jó, fogok Marci erre válaszolni, csak hát itt annyi minden feljött. Nem is fogok kimerítően reagálni mindenre, amit a Tamás mondott, sőt, igyekszem nem elveszni a részletekben, hanem a lényegre fókuszálni. Még az előző, és aztán ígérem, hogy befejezem ezt a gazdaságtörténeti szállat, amiben nyilván a Tamás azért jobb nálam, de csak hogy érthető legyen egy példa,
hogy miben kárhoztatom én a 90 utáni gazdaságpolitikákat. 90 nyarán, tehát éppen megalakul az első rendszervál, az Antal kormány. Beterjeszti az Antal kormány a maga első privatizációs törvényét, ami a kiskereskedelmi és vendéglátóipari, hát most kicsit fennkölteni üzletláncok, tehát a... Igen. Igen, emlékszem. Bár te se voltál parlamenti képviselő akkor. Voltam. Igen. Előterjesztője, ugye Orbán Viktor 2006-os miniszterelnök jelöltje, és ma az ellenzék szakértő sztárja, Bot Péter Ákos. Igen. Na most itt két irányba ágazhattak volna el az álláspontok. Egy Václav Klaus, akit igazán nem lehet baloldalisággal vádolni, de könnyen lehet, hogy jó néhány más kelet-európai vezető vélhetően azt az utat választja, vagy választotta volna, hogy például a kocsmákat, vasútállomási restiket próbáljuk meg földarabolni, és kis tulajdonhoz juttatni az embereket. Ehhez képest a Bot Péter Ákos féle, hogy hívták, előprivatizációs törvény, vagy mi volt annak Előprivatizációnak hívták, igen. Az gyakorlatilag bontatlanul a láncot kezdte el értékesíteni, aminek nyilvánvalóan az az eredménye, hogy egy alapvetően tőkehiányos gazdaságban nem nagyon van hazai vállalkozó, aki ezt nem csak, hogy meg tudja venni, hanem utána működtetni tudja. Na most itt próbálok utalni arra a filozófiai vitára, a különbségre, ami nem egyszerűen liberális, konzervatív vagy bal jobb, hanem egész egyszerűen, hogy mondjam, számra mélységesen elítélendővé teszi az egész magyar rendszerváltó elitet, szemben akár a csehszlovák, lengyel vagy más rendszerváltó kormányokkal. Tehát, na most ami a cikkünket meg a minimumot illeti. Szóval én most itt nem is szeretnék, ugye kénytelen leszek nemzetpolitikánál belemenni, de tényleg nem nagyon szeretnék itt agyon szakpolitikázni mindent, és a lényegre koncentrálnék. Előzetesen azt azért szeretném tisztázni, hogy mi az én pozícióm ebbe. Én nem tudom, hogy a Tamás mennyiben beszél a DK nevében, vagy nem, én ezt már nem is nagyon követem. Én biztos, hogy nem beszélek egyetlen párt nevében sem, mert nem is vagyok tagja jelenleg egyetlen pártnak sem. Ráadásul én nekem azon kívül, hogy állampolgárként el fogok menni szavazni, különösebb kötődésem a 22-es választáshoz nincsen. Tehát én ezt a cikkben is írtam, az, hogy ott ezen az O1G koalíción belül hogyan alkudoznak a különböző felek, ez engem közvetlenül biztos, hogy nem érint. És nem is érdekel, megmondom őszintén. Az egész ez is vagyok ennyire tudatlan, hogy most éppen ki, hol, melyik szektorban ül, mert megmondom őszintén, ezeket nem is mindig követem ma már, hál' Istennek hosszú évek óta, ezeket a pártpolitikai villongásokat és átüléseket, lemondásokat, mi egyébként. No de. Tulajdonképpen abban a Tamáson, nem csak itt most ebben a műsorban, a cikkben is egyetértettünk, hogy sok minden miatt, amit részben most is említett a Tamás, részben a Marci is itt provokált, vannak olyan fundamentális nézeteltérések a mai magyar ellenzék pártjai között, vagy hogy mondjam, menjünk ki az országházból, egyáltalán az Orbán rendszeren kívüli, az Orbán franchise-on kívüli Magyarországon belül, amiért mindenki, aki kívül van az Orbán franchise-on, nem hozható közös nevezőre, hiába való próbálkozás. Ez így van. Ezért vagyok én most itt, most, hogyha ezt rövidre akarnám zárni, mármint ezért vagyok ma párt nélkül, illetve szálltam ki 2016-ban a parlamenti politikában. Tudnélik, itt van egy a filozófiai kérdéseknél pragmatikus választási kérdés. Én végig azt képviseltem, és ezzel nem voltam egyedül, mert a magam ugyan ezt képviselte Vona Gábor is 16-ig. A Magyar Szocialista Párton belül erre tett kísérletet előbb Mesterházi Attila, utána Botka László. Egymással versengtünk is, hogy az ellenzéken belül egy párt növekedjen ki. Hogyha egy párt, most független attól, hogy neked vagy nekem arról az alternatíváról mi a személyes véleményed, véleményünk, ha egy párt kinövekszik Orbán Viktorral szemben, körülbelül úgy, ahogy gondolom számodra, vagy hozzád közelebb álló Emmanuel Macron kinövekedett a legutóbbi francia elnökválasztás előtt.
Tehát nem különböző koalíciók jöttek létre, hanem egy új erő kinövekedett. A kinövekedési stratégia van, az mondjuk az én számomra, amíg aktív politikus voltam, nem pusztán azzal járt, hogy akkor nem kell mindenféle nemtelen alkukba belemenni olyanokkal, akikkel szögesen ellentétesen látjuk a világot, mint mondjuk a Tamás, hanem azt is jelenti, hogy utána lehet kormányozni. Ehhez képest az a kinövekedési stratégia, amit én jónak és helyesnek tartottam, és képviseltem, és ma is jónak és helyesnek tartok. És amit Foltokban, Mesterházi, illetve Botka, illetve Vonagából is 18-at megelőzően próbált képviselni, ez elbukott. Ezért nem ülök bent a ringben. Ugyanakkor azt látni kell, amit is mondom, ebben szerintem nem nagyon volt, legalábbis a cikkek alapján nem nagyon volt közöttünk nézeteltérés, hogy miután nem a kinövekedési stratégiát választották a pártok, illetve nem a pártok, hanem a választók, ezért ugyan Orbánt ugyan le lehet győzni, de kizárólag akkor lehet legyőzni, hogyha Orbán maga alól rúgja ki a Sámit. Erre most egyébként megvan, nem akarok most elkanyarodni itt a jelenlegi válság kezelésre, de erre van reális esély. Ha Orbán például a jelenlegi társadalmi krízist meg tudja fogni, akkor ez a meglehetősen heterogéne egylenzék O1G koalíció nem fogja tudni leváltani Orbánt. De ennél van egy nagyobb probléma. Nevezetesen, hogyha le is váltja Orbán Viktort, legyen bárki a miniszterelnök, azt gondolom, hogyha a társadalmi elégedetlenség forpontra jut, és erre láttunk példát tavaly október 13-án, akkor majdnem mindegy is, hogy ki a miniszterelnök jelölt, meg lehet verni Orbán Viktort, csak éppen akkor, amikor fundamentális kérdés. Tudni, a munkatörvénykönyve, Tamás, ez nem egy szakpolitikai kérdés. A munkatőke ellentéthez hogyan állunk hozzá, ez egy fundamentális kérdés. Pontosan ugyanolyan fundamentális kérdés, mint hogy mit gondolunk nemzetről és szuverenitásról. Ha ezekben a kérdésekben homlok egyenest, más álláspontot, világnézetet képviselő pártok kavarodnak össze egy kormányülésre, abból nem lesz kormányzás. És van egy rossz híre. Egy ilyen heterogén ellenzék lehet, hogy le tudja váltani Orbán Viktort, de miután pontosan az általad is a cikketben diagnosztizált problémák miatt, most független attól, hogy a konkrét kérdésekben miben vagyunk vitában, ezek a pártok egyszerűen más világokat képviselnek, ebből nem lesz kormányzás. Ez a helyzet, és hogyha itt nem lesz egy világos, a választók számára is felismerhető kormányzati irány túl azon, hogy O1G, és mindent el kell törölni, amit a NER művelt, akkor nekem az a rossz hírem van, hogy 4 évvel később, az 2026, egy újabb, én nem nevezném önkényuralomnak, én azt gondolom, hogy önkényuralom Magyarországon 1989 előtt volt, de egy újabb autoriter kísérletnek leszünk a tanúi, Orbánnal vagy Orbán nélkül, lehet, hogy olyan figurával, akit ma nem is látunk, nem is ismerünk, ez majdhogy nem mindegy. És szerintem ez a lényeg. Mert az, amit látszólag egy ilyen szakpolitikai és jogászkodós izé, hogy mit gondolunk a 92-es MT-ről vagy a 12-es MT-ről, ez egy fundamentális világnézeti kérdés. Szabadkereskedelmi politikáról, ha már itt az euróatlanti viszonyrendszert behoztad, mit gondolunk, alapvető világnézeti kérdés. Tehát, hogy mondjam, a létezésnek az origójában nem Orbán Viktor Mihály áll. Az egy magyar állampolgár, aki történetesen most az ország miniszterelnök. Ha valakik kormányozni akarnak egy országot, akkor nem a pillanatnyi miniszterelnökről és annak a hatalmi mániájáról kell, hogy legyen egy konszenzusos álláspontjuk, természetesen helyes, ha van, hanem a létezés alapjairól. Úgyis, mint a gazdasági növekedés ökológiai korlátjairól, úgyis, mint a kizsákmányolás a munkatőke ellentétről, nemzetről, szuverenitásról, és hát bizony tetszik, nem tetszik, ami az emberek választói viselkedését, ezt te pontosan annyira tudod, mint én, hanem jobban, 90 óta meghatározza, hogy nem csak hogy a jövőről, hanem hogy a múltról mit gondolnak. Tetszik, vagy nem tetszik. És ebben fundamentális ellentétek vannak, vagy voltak legalábbis az ellenzék különböző erői között az elmúlt 10 évben, és mondom, ezt lehet ideig óráig a düh, vagy éppen az egzisztenciális kényszerek miatt közös platformra hozni,
De nem is az az igazán nagy kérdés, hogy így le lehet-e győzni Orbán Viktort, mert mondom még egyszer, például, hogyha az elszabaduló szociális krízist nem tudja Orbán Viktor kezelni, már pedig magára húzott minden felelősséget ugye ezzel a felhatalmazási törvénnyel, akkor teljesen mindegy, Tamás, hogy te a jobbikosokkal, vagy Ungár Petivel te egyetértesz-e a határon túliak szavazati jogát illetően, vagy sem, ez az OLG koalíció hatalomra fog jutni 22-ben. Mi lesz utána? És mondom, itt a tét nem csak az ország jövője, bár az se kevés, mármint a gazdasági társadalmi fejlődés jövője, hanem ebből következően például, hogyha valakinek fáj az, ahogyan Orbán Viktor kormányoz 10 éve, vagy fáj a NER, ez a centralizált demokrácia, akkor azt is vészse az eszébe, hogy hiába sikerül megbuktatni 18-ba, vagy 22-ben, hogyha utána nincsen egy felismerhető kormányzati irány, újabb, még keményebb autoriter visszarendeződés fog következni. És önként ezzel a makrokeretet ezt megértettük, arra kérlek, hogy még mielőtt megadom a szót Tamásnak reakcióra, hogy erre az egy kérdésre, amit felvetettem a felvezetőben, reagálj, hogy van-e köztetek elvi jellegű különbség kifejezetten határon túli magyarok szavazati jogát illetően? Nem fogom megkerülni azt, hogy ebben van egy elvi alap, amiben egyetértés van közöttünk, azért nem fogom megkerülni, nem tehetem meg, mert a parlamenti jegyzőkönyvek tartalmazzák az álláspontomat. Amikor ez a vita folyt, nem pusztán a frakcióm, én magam is személyesen a jelenlegi főpolgármester helyettessel együtt, ugye Dorosz Dáviddal azt képviseltük, hogy nem helyes a választójogot kiterjeszteni olyanokra, akik nem Magyarországon laknak, nincs itt állandó lakóhelyük, nem ide fizetnek adót. De ez megtörtént. És én azt gondolom, és itt kicsit elmozdulok a magam jogászi, vagy liberális jogállamvédő jogászi mi voltától, azt gondolom, hogy ezek a jogi konstrukciók, ezek nem önmagukban léteznek. Nem függetlenek attól a történeti társadalmi környezettől, ahol létrejönnek. És miközben én elvben azzal a tétellel, amit Tamás vagy a DK képviselt, hát olyannyira egyetértettem, hogy én magam is ezt képviseltem a törvény vitájában, nem tudok attól függetlenedni, hogy erre az egész történetre nem került volna sor, hogyha Tamás pártelnöke akkor miniszterelnökként nem csinál egy magyar ellenes uszítást 2004. novemberében. Tehát, bocsánat, az, hogy a szociális irigységre rájátszani egy népszavazási kampányban, annak érdekében, hogy az állam nem a választójogról volt akkor még szó, hanem az állampolgárság kiterjesztéséről, ez azt gondolom, hogy nem egyszerűen alávaló, hanem sok tekintetben aláaknázta az Orbánnal szembeálló bármilyen néven nevezett erők és pártok pozícióját, bali pártok pozícióját 2010 után. Ez a helyzet. És még egy, ennek van egy lelki dimenzió. Tehát a határon túreket nemzettársaink között sem volt feltétlenül konszenzus, még a kettős állampolgárság kiterjesztése tekintetében sem 2004-ben. Sőt, a történeti hűséghez hozzátartozik, hogy pontosan tudod, hogy maga Orbán Viktor, illetve a Fidesz nem csak, hogy nem képviselte az választójogról szó sem volt az állampolgárság kiterjesztésének ügyét 2002 előtt, amikor kormányon voltak, lásd, az Orbán-Asztáze paktum egész másról szólt, hanem amikor 2004-ben elindul ez az aláírásgyűjtés, a Fidesz nagyon későn áll bele, ugye? Így van. És a határon túli magyarok között sem volt ebben konszenzus. Mi az, hogy? De így, nagyon is, nagyon se. De azok után, ami történt a kampányban gyalázat, és elsősorban az akkori miniszterelnök részéről, és a népszavazásnak az eredménye, az nagyon súlyos lelki sérelmet okozott a határon túl rekedt nemzettársaink lelkében, szívében. Tehát egy ilyen eset után egyrészt én megszavaztam a kettős állampolgársági törvényt 2010. júniusában, majd ezek után, amiközben hasonló elvi alapon azt képviseltem, hogy a választójogot nem szabad így kiterjeszteni, Fidesz volt többségben, az lett, amit ők akartak, ezek után viszont én ugyanazt mondtam, amit ma Ungár Péter Károly is képvisel, hogy viszont az előzmények és a történelmi, ha úgy tetszik, a 100 éves történelmi keretezés okán nem lehet visszavenni jogot a nemzettársainktól akkor sem, hogyha a jog megadásával annak idején nem értettünk egyet.
És akkor itt legyen most a vége, és akkor adjuk meg a Tamásnak a reakcióra a lehetőséget. Te nem csak a kettős állampolgárságról szóló törvényt szavaztad meg 2010-ben, hanem az LMP frakcióból egyetül így van, a Trianon törvényt is. Van, nagyon helyes, büszke is vagyok rá, Tamás. Büszke vagyok rá. Jó. Én pedig, ha módom lett volna rá, mind a kettőt elutasítottam volna, és mindmáig elutasítom. Én ugyanis azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a szomszéd országokban élő, kisebbségben élő magyarok magyarként élhessenek abban az országban, ahol élnek. Mindent meg kell tenni azért, hogy magyar iskolarendszer legyen, magyar kultúra legyen, magyar nyelvhasználat legyen, magyar táblák legyenek az utakon és a vasútállomásokon, és így tovább. Körülbelül úgy, és a ritkán hivatkozott példát mondom, ahogy Finnországban a svéd egy második nyelv. A finnországi svéd kisebbség létszámában is és számarányában is kisebb, mint a romániai magyar kisebbség. És ennek ellenére, mint tudjuk, minden utcatábla, minden felirat, legalábbis a svédek által is lakott városokban, például Helsinkiben, svéd nyelvű is, és iskolák, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ugye Dél-Tirolt szoktuk másik példának emlegetni. Ugyanakkor a közjogi kapcsolatot, amit az állampolgárság tartalmaz, és a választójog megkoronáz, azt elfogadhatatlannak tartom. Akkor, és nagyon alapos és nehéz kérdés az, hogy mit kell vele kezdeni, ha egyszer már bevezették, és csak ebből a szempontból tartom érdekesnek azt, hogy a szomszéd országban élő magyaroknak csak körülbelül a fele kérte az állampolgárságot, inkább kevesebb, mint a fele. Egy nagyon masszív magyar állami kampány dacára. És hogy a választójoggal egy elenyésző kisebbség él. Ugye a Péter, mármint Ungár Péter azt mondja, hogy ez nem élv, mondja ő, olyan értelemben élv, hogy ragaszkodni kell a fönntartásához. Olyan értelemben élv. Emögött az az elvi élv áll, hogy az a gyakorlat, hogy közjogi alapon kötjük a magyar államhoz őket. Ez ellentétes a nemzetközi demokratikus normákkal. Erre példák, várjál András, erre példák ugye Romániában, Szerbiában és Horvátországban vannak, hasonlóképpen elfogadhatatlan motivumokkal. Ott ugyanaz a nacionalizmus, az a szerb nacionalizmus készteti erre őket, amelyik Srebrenicáig vezetett. Németország ilyet nem csinál. Ez tévedés. Tehát azt gondolom, ezt én elutasítom, az egyik legfontosabb érv számomra a DK tagságom mellett az, hogy a DK is elutasítja egyedüli parlamenti pártként. Na most, András, ez nem egy periférikus kérdés a magyar politikának. Itt arról van szó, hogy abból a szituációból, amikor a magyar politikai osztály többsége a Szlovákiát és Romániát ellenségnek tekinti. Ugyanúgy, mint 90 évvel ezelőtt. Ebből a helyzetből eljutni oda,
ahol Németország és Franciaország a II. Világháború óta van, ez a magyar politikának számomra egy alapkérdése. És az alapszerződések idején megnyílt egy ilyen lehetőség, a Horn kormány, az Antal kormány és Horn kormány alapszerződése idején, és a Fidesz vezette akkori ellenzék ezt nem volt hajlandó elfogadni. És eljutott a legdurvább nacionalizmushoz, ami ma Magyarországon állami politika. És számomra ez a nacionalizmus elfogadhatatlan. Ez számomra hasonlóképpen fontos kérdés. Legalább hasonlóképpen, mint mondjuk a munkatörvénykönyv kérdése, amiben én egyetértek veled, hogy az is egy fontos kérdés, nagyon fontos kérdés. Azzal a különbséggel, hogy a munkatörvénykönyvéről, mint már ezt egyszer mondtam, szinte természetes, hogy szociáldemokraták, konzervatívok, liberálisok és zöldek mást gondolnak. Tehát a különböző fajta demokraták mást gondolnak. A nemzetek és államok közötti viszonyról azt az álláspontot, amit a Fidesz ma képvisel, azt Nyugat-Európában demokraták nem gondolják. Azt Milosevic típusú figurák gondolják a Balkánon, és ezért én ebben nagyon keményen fönntartom a magam álláspontját. András, reagálj, kérlek. Hát nézd, én... Tehát ahogy Tamás használja a nacionalizmust ilyen bunkós botként, ez a 80-as évek propagandájában volt. Tehát én ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát nem ez, igaz, ez a nyugat-európai köznyelv. A nacionalizmussal nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. Tehát mondom, itt a retorikával én nehezen tudok mit kezdeni. De kezdjük előre. Először is én azt kifejezetten üdvözlöm, hogyha Tamás mintaadónak tartja azt, ahogyan mondjuk Finnország a svéd kisebbséggel bánik, tehát például az ollandi területi autonómiát, ugye? Mert ott Ollandon van területi autonómia. Így van. De akkor ezek... A finnország és svédek nagy többsége a szárazföldön él. Így van. Akkor azt gondolom, hogy ott azért van egy minimum közöttünk, hogy ezek szerint te is hajlandó vagy aláírni a székelyföldi autonómia kezdeményezést. Ami most van finishben. Nem. Ez egy kezdeményezés, és hát ez pontosan arról szól, hogy az általad is mintaadónak tartott Dél-Tirolhoz, Ollandhoz, stb. Hasonlóan Székelyföldnek is legyen egy területi autonómia. Jó. Ha már előtt a székelyezeti tanács kezdeményezés, akkor kérlek Tamás, hogy fejtsd ki a véleményet, hogy támogatod-e a székelyföldi autonómiáért indított aláírásgyűjtést, vagy sem, és akkor utána pedig András reagálhat rá. Az a helyzet, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy ebben döntsünk, alapjában véve, hanem a romániai magyarok dolga, meg a románok dolga, a román állam és a román politikai erők dolga. Én az előbb elsoroltam, hogy mi mindent tartok elérendőnek, követelendőnek, szorgalmazandónak a szomszéd országokban élő magyar kisebbségek esetében. Én úgy látom, és ezt az elmúlt hét eseményei is mutatják, hogy a területi autonómia követelése az ma nem tartozik abban a körbe, amihez a román többségi politikai életben partnereket lehet találni. És én úgy látom, hogy mind az egykori Domokos Mátyás, illetve Markó Béla által vezetett MDS-nek, mint az egykori magyar, még egységes magyar koalíció pártjának az volt az alapvető stratégiája, hogy olyan célokra kell törekedni, amiben a szlovák politikai életben, illetve a román politikai életben lehet szövetségeseket találni. Most ha azt látjuk, én elolvastam ezt a Székely Nemzeti Tanács autonómia statútumot, én úgy látom, hogy
időtől és téltől függetlenül ezt lehetne támogatni, de ma politikailag ehhez nem lehet Romániában román szövetségeseket találni, és ezért nem tartom bölcs dolognak ennek a felvetését és szorgalmazását. Erről a véleményem. Olyan egység alakult ki ezzel szemben a romániai demokratikus politikai erők között, hogy ez nem jó. Mondok erre egy párhuzamot. Ugye az RMDS a román alkotmánynak, a nemzetállama vonatkozó részét, ami természetesen vitatandó és helyteleníthető, soha nem kifogásolta, mert tudta, hogy ezzel nem ér el semmit. A Magyar Koalíció pártja Szlovákiában mindaddig nem vette elő a benesi dekrétumok kérdését, ami kormányon volt. Mert tudta, hogy a szlovákoknál ezzel nem ér el semmit. Ez reménytelen. Miközben természetesen a benesi dekrétumok borzalmasak voltak. Tehát azt gondolom, hogy a kisebbségi politika az politika, és nem ábrándkergetés, ha eredményt akar elérni. És ezért nem tartom bölcsnek azt, ahogy a Székely Nemzeti Tanács ezzel előállt. Szerintem a romániai magyarságnak olyan autonómia modellre van szüksége, amely nem csak a Székely földre, hanem az egész Romániában élő magyarsággal kiterjed, tehát, és ez nem lehet területi autonómia. De ez az én magán véleményem, akinek ebben nincs beleszólása, és nem is lehet. Ezt nekik kell egymás közt eldönteni. Az minden esetre nagyon fontos szempont számomra, hogy például Markó Béla az állampolgársággal és választójoggal szemben mindig nagyon erős fenntartásokat fogalmaz még nyilvánosan, amióta nem az RMDS elnöke. Tehát az előző vitában, ami az alapvita köztünk, abban én támaszkodom Markó álláspontjára. Tehát olyan módon van értelme magyar kisebbségi politikát folytatni a szomszédországokban, amihez lehet szövetségeseket találni a többségi demokraták között. És ez az RMDS-nek is és a Magyar Koalíció pártjának is évtizedeken keresztül sikerült. Ennyi. Köszönöm. A területi András. Autonómia ellen nincsen kifogásom, sőt, csak egyrészt nem az a jellemző kisebbségpolitikai modell a világon. Ahol ez alapmodell volt, az a Szovjetunió volt. Ahonnan átvették az egykori magyar autonóm tartomány gondolatát. És azt gondolom, hogy tekintettel a mai magyar, romániai, szlovákiai és vajdasági realitásokra nem érdemes vele újra meg újra próbálkozni. De mondom, ezt nekik kell eldönteni. András? Hát én már aláírtam, és erre buzdítok is egy kampányfilmben mindenkit, és jegyzem meg nem csak magyar állampolgárokat, mert hogy ez egy európai népi kezdeményezés. Az más, amiről a... Én most nem a szék... Az európai... Erről beszélek. Most a Székely Nemzeti Tanács autonómia. Jó, de ezt kapcsolódik, mert ezt a Székely Nemzeti Tanács indította. A kérdésem erre vonatkozik. Tehát én abban hiszek, hogy a globális kapitalizmusban a természeti erőforrásainkat, a földünket megvédeni, azt alapvetően lokálisan lehet. Akkor tudunk ellenállni az óriás vállalatok nyomásának, a profitészségnek, hogyha nagyon erős lokális közösségek szerveződnek meg szerte Európában. Ennek része az, hogy a kultúra megtartó őshonos kisebbségeknek legyen olyan önrendelkezési szabadságuk,
ami hozzájárul ahhoz, hogy a megmaradásukat szolgáló kulturális természeti erőforrásokat fejleszteni tudják, konkrétan az európai fejlesztési pénzek felől a székelyföldiek maguk tudjanak rendelkezni. De mondom, ez európai népi kezdeményezés, ez nem pusztán Székelyföldről szól, ez valamennyi európai őshonos kisebbség önrendelkezési szabadságáról szól. Na most, ahogy a Tamást hallgattam, folyamatosan az jutott eszembe, hogy voltak éppen az egész elmúlt 60 évnek a magyar politikáját belengte ez a nem érdemes. És szerintem itt van az Ebelhontól. Mielőtt ebbe belemennék, még itt a filmszakadás, tehát még az előző körben volt még egy olyan mondata a Tamásnak, hogy hát, a jelenlegi politikai osztály ellenségének tekinti Romániát és Szlovákiát. Hát én ezt nagyon másként látom, mert egyrészt Orbánnak az egész európai geopolitikai stratégiája pontosan arról szól, hogy szövetséget akar képezni. És szerintem önmagában ez nem helytelen a félperiférián. A V4-nek a felpörgése és tényezővé válása az jó részt a magyar miniszterelnöknek a sikere. És ebben ő partnerrel állt az egyébként hát Bauer Tamás által is kárhoztatott nacionalizmussal azért illethető Ficóban, és valójában tőle ideológiailag nem nagyon távol lévő Matovicsban is vélhetően szövetségesre fog találni. Tehát egyrészt, ami a szlovák relációt illeti, hogy sok mindent lehet tenni, de hogy az Orbáni politika ellenséges lenne, ezt aligha. A másik, szóval, hogy ha már a nacionalizmus ilyen szitokszó, akkor nem tudom, hogy mit lehet mondani a demokraták által annyira hype-olt Klaus Johannis román államfő hungarofóbiájára. Az egyenesen rasszizmus. Tehát az, amit ő megengedett magának, az azt gondolom, hogy ha már te annyiszor használtad, hogy ez Európában elfogadhatatlan, hát ez Európában elfogadhatatlan. Tehát amit Klaus Johannis elkövetett magyar gyűlöletből az elmúlt napokban, ez példátlan az európai demokrácia. Na most ehhez képest a magyar kormányzatnak, azt gondolom nem biztos, hogy helytelenül, de a magyar kormányzatnak a reakciója az eléggé visszafogott. És megint csak arra tudok gondolni, hogy azért, mert Orbán sakjátszmájában nem pusztán nacionalizmusról volt, szóval szerintem ezt eléggé sematikusan vázolt. Bizonyos tekintetben számít elsősorban a szlovákokra, és valamennyire a románokra is. Tehát egyértelműen leírni azzal a magyar politikát, a 2010 utáni magyar külpolitikát, hogy ilyen etnocentrikus, nacionalista, irredenta, meg én nem tudom még milyen jelzőket használtál, ez egyszerűen tévedés. Ez tévedés. Ha ez így lenne, ma nem lenne V4, és főként nem szúrná Berlinnek és Brüsszelnek a szemét a V4. Ez az egy. A másik, amit szeretnék rögzíteni, tehát ami nekem a fő problémám volt végig, ahogy hallgattam a Tamást, ez a nem érdemes. Tehát ha azt kutatjuk, hogy belföldön, tehát a magyar belpolitikában a választások megnyerésénél, ha úgy tetszik, Orbán a nacionalizmusával, a nemzeti identitás összetartozásnak a hangsúlyozásával választ ki a megfelelő fogalmat, miért tud ilyen hallatlanul sikeres lenni, akkor Tamás, benne van a ti elmúlt évtizedekben folyamatosan szajkózott nem érdemes jelszavatok. Tehát gyakorlatilag én ezzel egyébként az 56 előtti rendszert nem is annyira vádolnám furcsa mód. A Kádár rendszertől kezdve, beleértve 90-től a változó kormányokat, Magyarországnak a regionális és európai pozíciója folyamatosan a meghunyászkodásról, a követő jellegről szólt. Igen, igen, ezt kéne, de most nem érdemes. Erről szólt a Kádár rendszernek is a nemzetpolitika. Szűrös Mátyás, akit egyébként az ellenzéki oldalon nagyon sokan szeretnek gúnyolni, Posgai Imréhez hasonlóan azért különbözött össze, de elsősorban Szűrös a kádári centrummal, mert
Szűrös nagyon helyesen nem érdekelte az, hogy mit érdemes, mit nem. Igenis, ő volt az első politikus, aki felemlítette KB titkárként a Ceausescu-féle falurombolást. Akkor is az volt a Fehérházú pártközpontban, hogy jó, ez tényleg disznóság, Kádár teátrálisan nem volt hajlandó találkozni ugye 77 után Ceausescu-val, de nem érdemes felemlegetni. És a 90 utáni magyar politikát is. Ez a nem érdemes jellemezte, jegyzem meg nem csak nemzetpolitikában, lásd az alapszerződések ügyét, hanem az egész uniós csatlakozást itt. Olyan meghunyászkodó, a saját érdekeit sútba dobó tárgyalási stratégiát egyetlen ország sem vitt az uniós csatlakozásnál, mint Magyarország. És jegyzem meg, ezért nagyobb mértékben nem is a Medgyessy kormánya felelős, hanem az első Orbán kormány. Tehát a magyar érdekeket abszolút eláruló agrárfejezetet jó részt az első Orbán kormány tárgyalta végig. Tehát azt szeretném csak mondani neked, Tamás, hogy ez a nem érdemes olyan szinten lengte be a magyar politikát gyakorlatilag 56 és 2010 között, hogy akkor, amikor alapvetően a 90 után kialakult politikai paradigmának a legitimitása megrendült 2008-ban, akkor az embereknek ebből a nem érdemesből, és ebből a követő jellegből is elegük lett legalábbis annyira, hogy elfogadják Orbánnak ezt a krakillerkedését, sokszor valóban meglehetősen, hogy mondjam, tapló közlekedését a különböző külpolitikai csatornákban, és vevők arra, hogy végre egy olyan politika van Magyarországon, ami az identitást fontosnak tartja. Mert ha valami a Kádár rendszert és a követő 20 évet összefűzte, hogy az identitás, mint olyan, az nem fontos, nem lényeges. Mondom, paradox módon ebben volt más a Kádár rendszer, a Rákosi rendszerhez képest, mert ott perverz módon valamiféle identitást próbáltak építeni. A Kádár rendszerben elnyomtak mesterségesen, a hatalom elnyomott minden identitást, és a 90-et követő 20 év is arról szólt, hogy nincsenek identitások. Fogyasztás van, lakosság van, állam van, és kilóra megvehető választópolgárok vannak, nincs identitás. Én meg azt gondolom, hogy ráadásul itt nem pusztán taktikai kérdésről van szó, hanem a mai világban, amikor egyszerre kell szembenéznünk egy ökológiai válsággal, és azzal, hogy a globális nagytőke profitészsége minden létezési keretünket megpróbálja fölzabálni, és fogyasztógépé silányítani az embereket, igenis az identitásnak és a nemzeti identitásnak egy nagyon fontos megtartó ereje van, és egy nagyon fontos fedezék a profitészséggel szemben. Csak hogy világos legyen, én a nem érdemes szóval nem a magyarországi magyar kormány politikáját, akármikori politikáját jellemeztem, hanem a korábbi RMDS, tehát a Markói és azt megelőző RMDS, illetve a Bugácsáki féle magyar koalíció. Én jellemeztem, Tamás, én jellemeztem, nem te. Jó, tehát arra mondtam azt, hogy ők akkor azt mondták, hogy nem érdemes. Ami a 90 utáni 20 évet illeti. Én azt gondolom, hogy az Antall és Horn kormány alapszerződései, amelyek 1945 óta először elfogadtatták a szomszédországokkal, hogy a kisebbségi jogok biztosítása az nemzetközi jogi kérdés, és nem belügy. Én ezt nem tartom kevésnek, hanem nagyon jelentős eredménynek tartom. Az Orbán kormány az ökölrázás politikáját folytatja ebben a kérdésben, az Antall és Horn kormány eredményeket tudott elérni, és ezek az eredmények nagyobbak lettek volna, ha a Horn kormány ellenzéke nem utasította volna el ezeket az alapszerződéseket, és ezért az alapszerződések tartalmát mind a későbbi kormányok, mind a
romániai, szlovákiai, magyar pártok sokkal inkább ki tudták volna használni. De mivel Orbán Viktornak akkor az volt az érdeke, hogy nemzetárulásként kezelje ezeket az alapszerződéseket, amelyekben a magyar fél semmi más nem adott, mint az, hogy megerősítette a határok elismerését, és rengeteget kapott a kisebbségi jogok nemzetközi jogi elismerésével. Ha Orbánnak akkor nem ez lett volna az érdeke, akkor ezekből az alapszerződésekből a következő két évtizedben sokkal többet ki lehetett volna hozni, mint amennyit így lehetett. Na most én a... De van itt persze még egy alapvita, amit az utolsó mondatod is érintett. Én a profit érdeket nem negatívumként fogom föl, te pedig igen. Igen. Én a kapitalizmus híve vagyok, te pedig a kapitalizmus elutasítója vagy. Hiszen a, bocsánat, a profit érdek, ez a kapitalizmus alapvető mozgató ereje, nem? De. Én a híve vagyok a kapitalizmusnak, nem azt mondom, hogy szeretem, adottságnak tekintem, és híve is vagyok. Tamás, mert bocsás, egy kicsit döntsd le a kamerát, mert most már nem... Igen, így, köszönöm. És híve vagyok a globalizációnak. Örülök a globalizációnak. Te pedig, ugye, ahogy egyszer engem kiigazítottál egy vitában, nem globalizáció ellenes vagy, csak globalizáció kritikus, ugye így mondtad. Lehet más a világ. Igen. Persze. A globalizáció előre vitte az elmúlt 50 évben a világot. A globalizációnak a kelet-európai vagy közép-kelet-európai volt szocialista országok haszonélvezői és nem áldozatai. Globalizáció nélkül nem fejlődhettek volna annyit az elmúlt 30 évben, mint amennyit fejlődtek, hanem sokkal kevesebbet fejlődhettek volna. Amit azoknak az országoknak a tapasztalata mutat elsősorban, amelyek ezt a 30 évet Magyarországnál jobban ki tudták használni. Úgyhogy én ezért nem, nekem nem vonzó az, ahogy te a nemzeti identitást, mint a globalizáció, a profit érdek ellenpontját üdvözled. Tehát ez köztünk egy világnézeti különbség, és úgy látom, hogy abban, hogy Magyarországon milyen politikát érdemes folytatni az ellenzékben, hogy mennyire legyen ellenzéki összefogás, hogy milyennek az értelme. Ebben, mint a HVG Hub-ban is kiderült, nagyon közel állunk egymáshoz. Abban, hogy milyennek képzeljük a jövőben a világot, és mi a kívánatos világ, és mi a nem kívánatos világ, ebben meg távol állunk egymástól, mert én magamat baloldali liberálisként definiálom. Hát ha téged kéne definiálnom, akkor meg jobboldali zöldnek definiálnálak. Jézus Isten, szerintem meg én vagyok baloldali, csak szuverenista, Tamás. Jó, elfogadom ezt a definíciót is tulajdonképpen, csak idétlenkedtem egy kicsit ezzel a jobboldali zölddel. Olyan értelemben nem, hogy az, amit te szuverenistának nevezel, az a zöld mozgalomba, amennyire azt én ismerem, az nincs jelen. Tévedésben vagy. Mert lehet. Pont Európában az általad példaként emlegetett letteknél, litvánoknál a zöldek kormányra is jutott, miniszterelnököt is, államelnököt is adtak. A lett és a litván zöldek az ottani gazdaszövetséggel egy, te biztos, hogy nacionalistának neveznéd őket, na, abban a pozícióban vannak. A zöld mozgalomnak Németország, NSZK-ban is annak idején volt egy alapvetően közösségelvű kommunitárius áramlata, és a magyar zöld mozgalom már, mint a rendszerváltás előtti gyökereiben, hogyha mondjuk György Lajosra vagy Karácsony Gáborra utalok, akkor az alapvetően nem 68-as. És a magyar zöld mozgalomnak
a szellemi gyökérzete az nem a Greenpeace, hanem György Lajos, Gyula Iván, Karácsony Gábor vagy Lányi András. Ez a helyzet. De én ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy itt valószínűleg nem nyelvbotlás volt a részedről ez a jobbal, hanem hát egy elég tragikus történelmi félreértés az elmúlt 75 évben Magyarországon, hogyha valaki a nemzeti kereteket fontosnak tartja, hangsúlyozza vagy szuverenista, az eleve jobboldali. Ha valaki ezzel szemben áll, ad abszurdum, antinacionalistaként definiálja magát, akkor pedig baloldali. Szerintem ez nincs így. Aki híve a kapitalizmusnak, aki a profitnak a híve, a tőkének a híve, az jobboldali Tamás. Legnagyobb tisztelettel mondom. Aki pedig a tőke munka ellentétben egyértelműen a munka oldalára áll, és aki ökológiai és szociális szempontokból a profit érdeket korlátozni akarja, egy alternatív globalizációt akar, az baloldali. Akkor is, hogyha egyébként szuverenista. És erre fogok kérni a Tamástól egy reakciót még, egy záró reakciót. Az a baj, borzasztóan izgalmas, amiről beszéltek, és nagyon ritka egyébként azt gondolom a magyar közéletben az, hogy markáns világnézeteket vállaló közéleti szereplők egyébként képesek vitába szállni egymással. Tehát azért is vagyok nagyon nagy gondban, hogy most itt ezt leállítsam, de lassan tényleg le kell állnunk, úgyhogy azt szeretném kérni Tamás, hogy egy záró gondolattal szolgálj nekünk, és utána még Andrásnak is lesz egyetlen záró mondatra lehetősége. Úgyhogy Tamás, most nálad a szó. Jó. Én a jobboldali zöldet visszavonom szívesen. Ez egy hirtelen szemtelenkedés volt. Ami érdemi a dologban, az az, hogy a mai világban létezik a kapitalizmust elfogadó baloldali álláspont. Hát ilyen a modern szociáldemokrácia. Nincs. Amikor kormányom van. De megszűnt, Tamás, megszűnt. Nem szűnt meg. Európa számos országában kormányom van. Bár ne lenne. Na jó, erről más a véleményünk. Én azt gondolom, hogy az a modern, mondjuk úgy megszelítetett kapitalizmus, ami a második világháború után Európában kialakult, és amit hol konzervatívok, kereszténydemokraták, hol szociáldemokraták kormányoztak. Az a modern kapitalizmus, ha nem is könnyen, de működhet úgy, hogy a kapitalizmus előnyeit, modernizációs, növekedési előnyeit kihasználja, érvényesíti, él velük, és ugyanakkor az elosztás politikájában a társadalmi méltányosság szempontjait igyekszik alkalmazni. Tehát az új elosztási rendszerei szemben az Orbán világéval szegény pártiak és nem gazdag pártiak. Ez egy olyan pont, ahol talán van köztünk egyetértés. Az által vezetett LMP és az én gondolkodásom ebben a kérdésben biztos, hogy közel állt egymáshoz. Tamás, megint eltűnt az arcod, de tekintjük akkor ezt úgy, hogy a közvetítés is most már a végét járja, és akkor legyen ezért most a záró pont a mondandódnál, tudom, hogy tudnád folytatni. És azt kérem az Andrástól, hogy szintén tanúsítson önmérsékletet, és egyetlen egy gondolatban, mondatban próbálj reagálni a Tamásra, és zárjuk le ezt a vitát. Egyetlen egy mondat tényleg, és nem is a mostani gondolatára a Tamásnak, hanem még egy egyel korábbira. Tehát én azért azt árnyalnám, hogy a kelet-közép-európai térség... Árnyalnám. Kelet-közép-európai térség nettó nyertese lett volna a globalizációnak az elmúlt 30 évben. Magyarország termelő kapacitásai nagy részét a uniós felzárkózásnak csúfolt új gyarmatosításban elveszítette. Jaj! Európai félperiféria gyakorlatilag az elmúlt 10 évben szembesült azzal, hogy az az uniós konstrukció, amiben benne van a dél, és benne van a kelet, és van a centrum, a mag, nem biztosít lehetőséget a dél
illetve keleti félperifériális országoknak a felzárkózása. És itt a pont. Ez... És én tudom, hogy rengeteg még erről a mondani való, úgy András részéről, mint Tamás részéről, de gyakorlatilag egy teljesen új vita nyílna most meg, hogyha ebbe belekezdenénk, ami ellen mi nem zárkózunk el. Én azt mondom, hogy legyen ennek egy folytatása inkább sem, mint hogy lezárása most. Mondjuk azt, hogy ez volt a nyitány. Egyébként meglepő módon én nem is találtam olyan felvételt, ahol ti vitatkoztatok volna a nyilvánosságban, miközben egyébként írásban már több csörtétek is volt. Úgyhogy szerintem ezt meg kell szervezni, ezeket majd mi vállaljuk. Tehát nagy szeretettel várunk titeket vissza ide a Partizánba. Remélhetőleg idővel nem csak így majd online, ami számos nehézséggel jár, hanem lehetőség szerint élőben is. Megígérem, tényleg megígérem, hogy ki fogunk térni ezekre, és elnézést kérek azért, hogy most így úgy Andrásban, mint Tamásban bele kellett folytanom a szót, de lassan nagyjából 2 órája tart a vita, és én értem a nézőinkre is kell gondolni. Bár egyébként meg kell, hogy jegyezzem, hogy a nézőink kifejezetten hálásak az elmélyült vitákért, és nem bánják azt, hogyha ezért akkor adott esetben 2 órát is végig kell nézniük. De ennek most akkor is itt van vége. Nagyon szépen köszönöm Schiffer Andrásnak, hogy itt volt velünk, nagyon köszönöm Bauer Tamásnak, hogy itt volt velünk, és nagyon köszönöm a vitát magát, hogy vállaltátok azt, hogy eljöttök, és ezt itt náluk lefolytatjátok. Köszönöm szépen, és minden jót nektek! Köszönöm. Ez volt a Partizán a heti vitát. Ez eddigi leghosszabb heti vita lett, de azt gondolom, hogy nem az tartalom, vagy az időtartam a lényeg, hanem a tartalmassága a vitának, és azt gondolom, hogy pont ezek voltak. Egy ilyen beszélgetés az, amiért ezt az egész formátumot elkezdtük. Én legalábbis nagyon élveztem részben, ezért is lettem ennyire passzív moderátor, mert számomra is rendkívül izgalmas volt és intellektuálisan felvillanyozó, úgyhogy köszönhet ezért a vita résztvevőinek. A Partizán nem köszönöm el még erre a hétre, ugyanis holnap érkezik a Partizán Könyvklub, amelyben David Foster Wallace Végtelen tréfa című kötetét olvasunk, a kötet egyik szerzőjével, pontosabban fordítója. Bocsánat, tehát a kötet egyik fordítójával, Sipos Balázsval, ahogy azt már megszokhattátok. Hétfőtől pedig újra érkezik 6 órától a Napi Partizán. Ha van bármilyen észrevételt kérdésed, és nyilvánvalóan most aztán pláne lesz sokaknak észrevétele kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt van lent a komment szekció. Egyébként, hogyha szeretnétek, hogy folytassák a meghívott vitafelek ezt a vitát, akkor ezt is nyugodtan fejezzétek ki. Lehet használni a like és a dislike gombokat itt a videó alatt. A csatornára iratkozzatok fel, kövessetek minket Facebookon, és csatlakozzatok be a Facebook csoportunkba, a Partizán társalgóba, ahol minden egyes videóról aktív vitát kezdeményezünk a csoporttagjaival. Ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkba is szálljatok be a Patreon oldalunkon keresztül, ez szintén itt elérhető lent a videó leírásában. Munkatársaim néven köszönöm szépen a figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, hamarosan újra találkozunk, addig is, ciao.